Azok a sikeresen érettségizett fiatalok, akik a Pécsi Egyetemen szeretnének tovább tanulni szeptembertől, tanulmányaik mellett végezhetik az MCC egyetemi programját, tájékoztatott Erdély Krisztián, a pécsi képviselet vezetője. Egy nemzetközileg versenyképes tudást kínálunk a diákoknak azzal, hogy rengeteg külföldi szakértőt, professzort hívunk, és kínálunk nekik nagyon sok ösztöndi lehetőséget is a világ különböző pontjaira, akár a legrangosabb egyetemekre is. A felvételi az viszonylag egyszerűen hangzik, tehát van egy online felületünk, ahol jelentkezni lehet önéletrajzzal, illetve a tanulmányi eredmények feltöltésével. Megadtunk előre különböző témaköröket, közéletről, környezetvédelemről, történelemről, amelyet a diákok kidolgozhatnak otthon, és azt a szóbeli vizsgán egy prezentációban előadják, mi kérdéseket teszünk fel, és ezen túlmenően egy logikai és egy szókincs tesztet kell kitölteniük ahhoz, hogy bekerüljenek az MCC-be. Az egyetemi program ingyenes és szállás lehetőséget is biztosítanak a diákoknak. Ez is fontos szempont, hiszen a diákok szüleinek nem kell azon gondolkodniuk, hogy gyermekük bekerül a kollégiumba, vagy milyen albérletet biztosítsanak számukra Pécsen. Mindemellett az MCC ösztöndíjat is kínál a diákoknak. Aki jelentkezik az online felületünkön, és sikeresen kitölti azt a felületet, akkor személyesen várjuk őt a személyes elbeszélgetésre, felvételire. Ez itt történik a Pécsi Képzési Központban, tehát a prezentáció bemutatása és a kérdések feltétele a személyesen történik, hiszen az a fontos, hogy megismerjük a diákot, megismerjük a motivációit, az, hogy hogyan gondolkodik a világról, hogy vannak-e kérdései, ezt keressük mi a legtehetségesebb magyar diákokban. Azok a diákok, akik az MCC középiskolás programját is elvégezték, azok plusz pontot kaphatnak az egyetemen. A Pécsi Egyetem esetében ez plusz 10 pontot jelent, tette hozzá a képviseletvezető. Amit mi kínálunk, és amiért fontos az MCC, az az, hogy egy karrierutat kaphatnak a diákok, egy karrier gyorsító pályában részesülnek, azáltal, hogy rengeteg más diákot ismerhetnek meg a Kárpát-medence különböző pontjairól, és hogy olyan oktatók, hazai és nemzetközi szakemberek tanítják őket, akiktől a megszerzett tudást később a karrierjük során, a munkájuk során kiválóan tudják majd alkalmazni. Az összes információ és jelentkezési felület megtalálható az interneten, az ep.mcc.hu weboldalon. Jelentkezni június 30-áig lehet.